Az elmúlt jó egy évben kollégákkal összeültünk, és teljesen átalakítottuk ezt a szakot. Én úgy gondolom, ez eddig is egy jó szak volt, de nagyon gyorsan változik a világ, és már azok a sablonok, amelyek korábban jól működtek, ugye, hogy valamit megtanítunk, és akkor nézzük meg a gyakorlati oldalát, és utána menj ki a vállalathoz gyakorol. Ez ma is működik, de sokkal több a kihívás, sokkal nagyobb változás, sokkal gyorsabbak a változások, és mi erre akarjuk felkészíteni a hallgatóinkat. Tehát ahelyett, hogy ugye megtanítjuk, gyakorold, menj ki a vállalathoz, mi azt csináljuk, hogy behozzuk egy vállalati problémát, ez vállalatokkal működünk együtt. Odaadjuk neked ezt a problémát, tessék, old meg. Fél évről fél évre egyre összetettebb, egyre komplexebb és egyre nemzetközibb problémákat fogunk így megvizsgálni. És ennek az lesz az eredménye, hogy nem nagy tudású, ám kevésbé alkalmazkodóképes hallgatókat bocsájtunk ki, hanem olyanokat, akiknek jó a probléma megoldó képességük, nem ijednek meg, hogyha valami szokatlan látnak, hanem felmérik, mi a probléma, hogyan tudom én ezt megoldani, és ezzel sokkal rugalmasabbá válnak. Ennél a szaknál plusz fél évet hozzátettünk, és az összetettük hozzá, mert nem szeretnénk úgy kiengedni egyetlen egy hallgatót sem, hogy ne töltött volna egy fél évet külföldön. A vállalatok szempontjából is egy óriási érték, hogy itt van egy ember, aki fél évet eltöltött külföldön. Hát ez nem nagyon pótolható mással. A hallgatóink általában az elitnek számító vállalatok elit pozícióban nyernek felvételt, és nagyon gyorsan haladnak a karrierjük során.